Az ember évszázadok, sőt évezredek óta fürkészi, kutatja a lakóhelyének, e Föld nevű bolygónak titkait. Évezredes álma volt az is, hogy a Földről, a naprendszer harmadik bolygójáról kiindulva feltárja, megismerje magát az univerzumot. Földünk néhány pontjáról, mint például a Hawaii-szigeteken emelkedő Mauna Kea tűzhányó csúcsáról, a kutatók ablakot nyitottak a világ mindenség felé. A Hawaii-t tartósan megülő felhők fölé magasodó csúcsról távoli világok tárulnak fel. A mindent látó szemeket, szám szerint 8 óriási rádióteleszkópot amerikai, kanadai, brit és francia tudósok állították fel a csúcson. Az univerzumra ablakot nyitó műszerek azonban nem csupán a messzeség megismerését szolgálják, hanem más bolygókat vizsgálva megérthetünk egyecsmást a Föld titkaiból is. 4200 méter magasan már ritka a levegő. A csekély légköri mozgások nem gátolják a megfigyeléseket. Kezdjük hát az ismerkedést a naprendszerrel, amelyen 8 másik nagy bolygóval osztozunk. Szaturnusz jól ismer gyűrűivel. A több tízezer kilométer szélességű gyűrűrendszerben akár 5 földnagyságú bolygó is elférne egymás mellett. A Jupiter tömege a Földének több mint 300-szorosa. Hatalmas gáztömege 10 óránként fordul meg tengelye körül. A Jupiter a naprendszer legnagyobb bolygója, és 4 legnagyobb holdja nagyjából a mi holdunkéval azonos méretű. A naprendszer 9 nagy bolygója a nap körül kering. Nagy gáznemű bolygók, mint a Szaturnusz, a Jupiter és az Uránusz a külső planéták közé tartoznak. A kőzetekből állók, mint a Vénusz és a Föld, a belső pályákon mozognak. Méretüket tekintve a Vénusz és a Föld édestestvérek. A Vénusz légkörének hőmérséklete az 500 Celsius fokot is eléri, és a Földtől eltérően nem tartalmaz sem vizet, sem pedig oxigént. A Föld közvetlen külső szomszédja a Mars. Számtalan elmélet foglalkozott azzal, vajon lehetséges-e élet a Marson. A sivár bolygó mínusz 60 fok körüli átlaghőmérséklete azonban rácáfolt ezekre az elméletekre. A Mars felszínét a Holdéhoz hasonlóan kráterek juggatják. A nap közvetlen szomszédja, a Merkur, alig látszik a Földről. Ezeket a felvételeket az amerikai Mariner 10 űrszonda készítette. Közelről jól látszik, hogy a Merkur felszíne is a Holdéra emlékeztet.
Minden romantikus álom és tudományos fantasztikus elképzelés ellenére biztosnak tűnik, hogy az egész világ mindenségben egyedül a Földön létezik élet. Akiknek megadatott, hogy Földünket a világűrből is láthatták, leginkább sivatagbeli oázishoz hasonlítják, amely kéklőn kering a sötétség tengerében. Kék óceánok, zöld mezők és fehér fellegek. A Föld szinte duzzad az élettől. De miként keletkezett és fejlődött maga a Föld? Az utóbbi 30 évben a világmindenséggel kapcsolatos ismereteink ugrásszerűen gyarapodtak. Alig egy évtizedre a 21. század kezdetétől egyre több bizonyossággal beszélhetünk arról, hogyan jött létre a Föld. Bolygónk jelenlegi ismereteinken alapuló portréjának felvázolásához a legújabb számítógépes programok nyújtanak segítséget. A Föld keletkezése talán az utolsó megoldatlan rejtély. Még sosem voltunk azonban ennyire közel a hajdani kozmikus dráma megértéséhez, amely évszázadok óta foglalkoztatja az emberiséget. A kutatások valójában 1609-ben kezdődtek, amikor Galileo Galilei először irányította maga készítette távcsövét a Holdra, és fedezte fel a ma kráternek nevezett jellegzetes képződményeket. A felfedezés óhatatlanul maga után vonta a kérdést, miképpen jöttek létre. Vajon vulkánok kürtőire, vagy éppen meteorit becsapódások sebhelyeire bukkant-e az olasz tudós? Azt, hogy kráterek a többi bolygón is előfordulnak, csupán az űrkutatás beindulása óta tudjuk bizonyosan. A Voyager például a Saturnus holdjain fedezett fel hatalmas krátereket, így a Mimason és a jéggel fedett Enceladuson. A tudósok ma már egyetértenek abban, hogy a holdi krátereket nem vulkánkitörések, hanem meteorit becsapódások hozták létre. Égitestek gyakran egyesülésükkel járó összeütközése korán sem ritka jelenség. Így módon a kráterek támpontot nyújthatnak ahhoz, miként növekedtek a bolygók. Tudjuk például, hogy a Hold vagy a Merkur felszíne alig változott az idők folyamán. A Holdat szemlélve elképzelhetjük, milyen lehetett a Föld közvetlenül keletkezése után. Amikor 4,6 milliárd évvel ezelőtt kialakult a Föld, maga az univerzum már 10 milliárd éve létezett. Pontosan nem tudjuk ugyan mi is játszódott le több mint 4,5 milliárd évvel ezelőtt, de az elképzelések szerint az univerzum por és gázanyaga rendkívül forró gázspirálban sűrűsödött össze. A spirál közepén elhelyezkedő anyag izzásnak indult, és megszületett a csillag, amelyet napnak nevezünk. A nap körül további szilárd testek jöttek létre. Ezek voltak a Föld és a többi bolygó. Ezután a fokozatosan lehűlő gázok, hasonlatosan a gőzből kiváló vízcseppekhez lassanként lecsapódtak. E gázokból jöttek létre a kis bolygók. Az átlagosan 10 kilométer átmérőjű kisbolygók számát egyesek több százmilliónyira becsülik. Legtöbbjük szénből formázott hatalmas golyóra emlékeztet. Természetesen ezek is gyakran összeütköztek egymással. Előfordult, hogy a kisbolygók tovább töredeztek, de az is, hogy nagyobb testekké fortak össze. Az ütközések évekig is folytatódhattak.
Végül aztán változott az ütközések jellege. A számtalan kisbolygó közül lassanként kivált egy jóval nagyobb égitest. Fokozatosan növekvő tömege egyre több kisbolygót vonzott magához. Ütközésük tovább gyorsította a bolygó növekedését. A többször megismétlődő folyamat egyre jobban növelte a bolygó tömegét. Így jött létre Földünk őse, és hasonló módon képződött a Merkur, a Vénusz és a Mars is. Az épp hogy létrejött Föld magán viselte az ütközések sebhelyeit, felszínét számtalan kráter borította. A folyamat azonban ezzel még korán sem ért véget. Bolygónk felszínét történetének hajnalán kiterjedt krátermezők borították. A Föld akkori domborzata sokban hasonlíthatott a Hold ma is kráterektől juggatott felszínéhez. A Föld mai arculata 4,6 milliárd évvel születése után csak keveset árul el kialakulásának körülményeiről. Földünk néhány pontján azonban újabban képződött meteorit kráterek nyújtanak ehhez támpontot. Műhold felvételek segítségével Földünkön több mint 100 meteorit krátert számoltak össze. Különösen sokra bukkantak Kanada területén. Quebec tartomány északi vadonjában 15 különböző nagyságú kráter található. E távoli, az év nagy részében megközelíthetetlen tájon csupán rénszarvasok élnek. A milliónyi rénszarvas csordákba verődve vándorol legelőről legelőre. A kráterek vizsgálata hozzájárulhat Földünk néhány rejtélyének megoldásához. Az északi szélesség 60. fokán az erdőhatáron túl terül el a fátlan tundra. Tómedencéi között feltűnően szabályos kör alakúakra bukkanhatunk. Az új Quebec kráter Földünk egyik legszabályosabb formájú meteorit krátere. A mindegy 3 kilométer átmérőjű formát, mintha körzővel rajzolták volna körbe. A síkság fölé magasodó pereme meredek fallal tekint a kráter belseje felé. A 250 méter mély tó jóval mélyebb szomszédainál. Ennek köszönheti különleges színét is. A meteorit becsapódások környékén az egykori összeütközés bizonyítékaira is rábukkanhatunk.
E viszonylag idős kráter környékén azonban a többszöri eljegesedések teljesen eltüntették a meteoritok nyomait. A kráter nagyságából és jellegéből mégis kiolvasható egy és más arról, milyen lehetett ez a kozmikus baleset. Hogy mekkora energia szükséges egy ilyen méretű kráter kialakításához? A becsapódás méretei alapján úgy számíthatjuk, hogy a Földnek ütköző meteorit vagy kisbolygó másodpercenként 20 kilométert megtéve érkezett az űrből. Kőből álló meteoritot feltételezve, amelynek sűrűsége köbcentiméterenként 3,5 és 7 g között lehetett, azt mondhatjuk a Földnek ütköző test átmérője. Nagyjából 150-300 méter lehetett. Egy futballstadion méretű óriás meteorit 50-szer gyorsabban, mint a hangsebesség nekicsapódik a Földnek. De milyen lehetett egy ilyen ütközés? Az Apollo 11 történelmi holdra szállása óta a NASA, az amerikai űrkutatási hivatal beható kísérleteket folytatott a kráterek keletkezésével kapcsolatban. Amikor egy meteorit nekicsapódik a Földnek, sebessége jóval nagyobb annál, mint ami a felszínen mozog. Az ütközés körülményeinek bemutatásához sajátos berendezés áll rendelkezésükre. E gépezet másodpercenként 8, azaz óránként közel 30 ezer kilométeres sebességgel lövi ki a lövedéket. Finom szemcsés homokba kilőtt alumínium golyó szabályos krátert hagy maga után. A méretek ugyan mások, a kráter formája azonban félreismerhetetlen. Ehhez hasonló kísérletek közelebb vihetnek a kráterek keletkezésének megértéséhez. E légüres térben bekövetkező ütközést nagysebességű kamerával rögzítették. A Földön uralkodó légköri viszonyok között egészen más lesz az eredmény, de nézzük meg közelebbről. A hatalmas energiát magában rejtő, nagy sebességgel érkező meteorit a napnál fényesebb sugárzást bocsát ki. Az ütközéskor hőként felszabaduló és a meteoritot, valamint a környező kőzetet szinte átforrósító energia heves robbanást vált ki. A rengés hullám hatására kiszakadó kőzetek a hangsebességnél gyorsabban sűvítenek a levegőbe. Az ütközés középpontjában megolvadt kőzetek gombafelhőként emelkednek a magasba. Eközben az ütközés és utóhatásai újabb és újabb földrengéseket váltanak ki. Alig 10 másodperc múltán mindennek vége, de közben létrejött a hatalmas kráter. A Wolf Creek kráter Ausztráliában. A Merkur vagy a Hold kráterei megőrizték az egykori ütközések nyomait. A Földön viszont a csapadék, a folyóvíz vagy éppen a jégpusztítása előbb-utóbb magukat a formákat is eltünteti. Közülük csupán néhány maradt meg.
A híres arizonai meteorkráter az egyik legfiatalabb becsapódási sebhely Földünkön. Mindössze 50 ezer éves. Peremét bejárva rábukkanhatunk az ütközés néhány emlékére. Az ütközés pillanatában a talaj virágként szétnyílt, és a felszín közeli kőzetek oldalirányban szétszóródtak. Ezek alkotják a kráterperem meredek sziklafalát. A becsapódó meteordarab átmérője mintegy 30 méter lehetett. Kirobbantott kráter átmérője 1200, mélysége pedig 200 méter. Ha azonban az arizonai krátert áthelyeznénk a Holdra, jelentéktelen porszemként olvadna be a jóval nagyobb kráterek sorába. A Hold és a Föld becsapódási krátereit hatalmas ütközések hozták tehát létre. Természetesen a Földön is találunk nagyobb krátereket. Ilyenben gyűlt össze a kanadai Clearwater tó vize is. A tavat most a 900 km magasságban keringő Lancet műhold felvételen láthatjuk. A vadon közepén fekvő Clearwater, azaz tiszta vízű tavat számtalan kisebb tó veszi körül. A 35 km átmérőjű tó közepetáján kicsiny szigetek sorakoznak. Műholdakról ugyanolyan jól kivehető a tó kör alakú formája, mint a Merkurról készített felvételeken az ottani hasonló képződmények. A Holdon is találunk többszörös, körkörös peremmel övezett krátereket. Ilyen például az 1000 km átmérőjű Mare Orientale, amelynek többszörös gyűrűjét valószínűleg különlegesen heves ütközés hozhatta létre. Néhány hatalmas ütközés akár az egész Földet is megrengethette. Ilyen rengést válthatott ki jó 210 millió éve a 65 km átmérőjű Manicouagan kráter kialakulása a kanadai Quebec tartományban. Műholdakról jól kivehető a központjában elhelyezkedő csúcs. A Manicouagan csúcsa feltűnően hasonlít a különlegesen nagy holdi kráterek központi magaslataihoz. Rendkívüli erejű ütközések esetén a kráter aljzata valósággal visszapattan. Így jönnek létre ezek a központi csúcsok. Lehet, hogy ez történt Kanadában is?
A krátert ma víz tölti ki, amelyet azonban átszel egy a tófelület és a parti erdőségek fölé magasodó hegyvonulat. Ez maga a központi csúcs. Az 500 méter magas hegyorom kizárólag földi kőzetekből áll. De milyen ütközés hozhatta létre ezt a képződményt? A hegyormot a vörös különböző árnyalataiban játszó kőzetek alkotják. Felfedezhetjük rajtuk a részleges megolvadás nyomait is. A központi csúcsot a becsapódás pillanatában fellépő és az egész környéket megrázó hatalmas rengés alakíthatta ki. A tó partján a központi csúcs lábánál is találhatunk néhány az ütközés méretére vonatkozó bizonyítékot. Geológusunk, dr. Roy kimutatta, hogy az itt előforduló kőzet rendkívül emlékeztet a vulkáni lávára. Igen ám, de a környéken nyoma sincs tűzhányónak. A sample of a rock very similar. Íme egy darab ebből a lávára hasonlító kőzetből. Ez a kőzet azonban nem a föld belsejéből származik. Szilárd anyagát a becsapódás hője olvasztotta meg, hogy aztán lehűlve ismét kőzetté szilárduljon. Hasonlatos ugyan a vulkáni kőzetekhez, de szerkezete és helyzete itt a sziklafalban egyértelműen arra utal, hogy a becsapódás során olvadt meg. Ezt a holdkrátert, amelynek közepén ugyancsak ott látjuk a kiemelkedő csúcsot, 280 millió évvel ezelőtti ütközés hozta létre. A környék mélyedéseit vöröses színű forró magma töltötte fel. Hasonló folyamatok számtalanszor lejátszódhattak a Földön is. E hatalmas ütközések bolygón kialakulásának idején mindennapos eseménynek számíthattak. A növekedésnek induló ősi föld felszínét számtalan kráter juggatta. A fokozatosan növekvő bolygó egyre erősebb gravitációs hatást keltett. Így egyre több az űrben száguldó testet vonzott magához, amelyekkel mind gyakrabban ütközött össze. Az egyre hevesebb ütközések megolvasztották a Föld felszínét, úgy, ahogy a Manicouagan kráterénél már láttuk. Lassanként megváltozott a bolygó felszíne. A heves ütközések eredményeként több helyen megolvadt a Föld kérge. A felszínre ömlő forró kőzetolvadék, a magma, egyre nagyobb területeket fedett be. A felszínt alkotó kőzetek 1300 Celsius fokon olvadnak magmává. A forró olvadék lehűlése, kőzetté szilárdulása természetesen rendkívül sokáig tart.
folyamat során hideg bolygóként született Földünk a többszöri ütközések eredményeként izzó magmatengerrel fedett tűzgolyóvá változott. A felszínén 1300 Celsius fokra felhevült magmaóceán mélysége az 1500 kilométert is elérhette. Izzó testébe újabb és újabb meteoritok csapódtak. Magmaóceánban ott zubogtak azok az elemek, amelyek a mai Földünket alkotják. Ebből a szerteszét fröcskölő anyagból szilárdultak meg a Föld legősibb szárazulatainak kőzetei. A Földnek ütköző kisbolygók is beleolvadtak a lángtengerbe. Mennyire más a Föld mai képe? Bolygónk jóformán teljesen elcsitult szárazulatait, a Földre jellemző óceánok és a légkör veszi körbe. Miként jöttek ezek létre az egykori izzó tűzgolyóból? Bolygónk fejlődésének megértéséhez meg kell vizsgálnunk Földünk építőköveit. A választ a meteoritok vizsgálata adhatja meg. Ezek őrizték meg ugyanis a sok milliárd évvel ezelőtti bolygó anyagait is, méghozzá eredeti formájukban. A meteoritok vizsgálata közelebb vihet az óceánok keletkezésének megértéséhez is. Van egy mexikói mondás, miszerint Mexikó földje vonza a meteoritokat. A mondás értelmére a Mexikó Városi Múzeumban derül fény. Itt állították ki a Föld talán legnagyobb meteoritjait. E szinte tisztán vasból álló példány 14 tonnát nyom. Ismét felvetődik a kérdés, hogyan jöhetett létre? A tudósok véleménye szerint egy növekedésnek indult égitest része lehetett. A növekedés bizonyos fázisában a meteorit nagyobb fajsúlyú alkotó részei vasból és más elemekből álló központi magot hoztak létre. E magot tördelte szét egy későbbi robbanás, amelynek során néhány darabja a földre hullott.
Jóval érdekesebbek azonban azok a meteoritok, amelyek nem növekedtek az idők folyamán. Ma is ugyanúgy rólják az univerzumot, miként a Föld keletkezésének idején, évmilliárdokkal ezelőtt. Ezek vizsgálata jóval többet árul el bolygónk ősi anyagáról. Egy ilyen meteorit hullás történt 1969. februárjában egy kis mexikói faluban. A falu nevéről Allende meteoritnak nevezett képződmény azonnal a távoli vidékre irányította a tudósok érdeklődését. Az USA-ban akkor tehát már folytak az Apollo 11 holdra szállásának előkészületei, és minden világűrrel kapcsolatos hír nagy port vert fel. Meteorit hullás természetesen magában a kis mexikói faluban okozta a legnagyobb szenzációt. A helybéliek azóta is féltve őrzik az akkor gyűjtött darabokat. E jelentéktelennek látszó meteorit darab a tudósok véleménye szerint a naprendszer keletkezésének 4,6 milliárd évvel ezelőtti napjairól rejt adatokat. És elárul egyet mást földünk alkotó elemeiről is. Milyen anyagok voltak jelen a Föld keletkezésénél? A választ talán éppen ezek a meteorit darabkák rejtik, amelyek azon a februári éjszakán tűntek fel Allende falu fölött az égen. Amikor a meteorit közeledett, hirtelen nappali világosság támadt. Háztetőnk recsegve, ropogva megremegett. Aztán kihunyt a fény, de egyre erősebb lett a zúgás. Csupán másodpercekig tartott, mintha éles fényű reflektor gyújtottak volna fel. Primeramente vi una luz de este rumbo, más fuerte que un reflector. Instantánea nomás. Prendió y se apagó y me levanté a ver qué era. De pronto se oyó el... Hirtelen felriadtam, és kinéztem a házból. Soha életemben nem hallottam még ilyen erős zümmögő hangot. Egészen addig bevilágította az eget a hold. Amikor azonban lehullottak a kövek, eltűnt a hold. Így élték át a helybéliek a csillagközi hírnök érkezését. És megszilárdult meteorit megőrizte az ősi naprendszer forró gázainak anyagát. A chicagói Field Múzeumot meteorit gyűjteménye az amerikai kontinensen kívül is ismertté tette. Itt őrzik például az 1969-ben Ausztráliára hullott Murchison meteoritot. Nagy feltűnést keltett, amikor kimutatták, hogy protein tartalmaz. Ugyancsak szenzációnak számított, hogy nagy mennyiségű vizet is rejt magában.
Amennyiben a naprendszerben már több mint 4,5 milliárd éve létezik víz, logikusnak tűnik a következtetés, hogy ebből jöttek létre Földünk óceánjai. Éppen ezért a meteoritban megőrzött víz vizsgálata igen érdekes eredményeket hozhat. De hogyan jelent meg először a víz? A tudósok szerint a vízgőz a naprendszer lehűlése közben csapódott ki a szilárd anyagokra. A Tokiói Egyetem egyik laboratóriumában sikerült kinyerni a Murchison meteorit töredékeiben lévő vizet. A meteorit föld felé vezető útját a világegyetem viszonylag hideg közegében tette meg. Ha azonban 800 Celsius fokra felhevítjük, kiszabadíthatjuk a benne rejlő víz egy részét. A folyamat elősegítése érdekében a mintákat kis darabokra tördelték. Majd elkezdik hevíteni. Egy perc múltán az üvegtartály felső részén megjelent a pára. Párologni kezdett a meteoritban lévő víz. Földnek csapódó meteoritok nedvessége elpárolgott, majd lecsapódott. Így születtek meg az első óceánok. Kis bolygók hosszú évmilliárdok során számtalanszor csapódtak be a Földet borító magmaóceánba. Alkotó részeik fokozatosan elkülönültek. A nehezebb elemek, mint a vas, a mélybe süllyedtek, a könnyebbek a felszínen gyűltek össze. Nagyon sok kis bolygó tartalmazhatott vizet is. Ennek túlnyomó része azonban az ütközés során elpárolgott. Süllyedő vassal ellentétben a vízgőz felfelé hatolt.
más gázokkal, így a széndioksziddal együtt sűrű felhőket alkotott, amelyeket a gravitáció már nem engedett kiszakadni a Föld közeléből. Ez volt a légkör születésének kezdete. Nagyon valószínű, hogy hasonló folyamatok a többi bolygón, így például a Föld testvérének számító Vénuszon is lejátszódtak. De mivel magyarázhatjuk meg azt, hogy miközben a Földön hatalmas óceánok hullámzanak, a Vénusz teljesen száraz? Két bolygó körül az erős napsugárzás hozta létre a felhőzetet. A két égitest további fejlődése azonban eltért egymástól. Továbbra is forró Vénuszon semmi sem akadályozta a felhőzet felbomlását, ezért csökkent a párolgás mértéke, és a bolygó hamarosan teljesen kiszáradt. Hasonló folyamat indult meg a Földön is, amikor a felhők átengedték a nap perzselő sugarait. Nem sok hiányzott ahhoz, hogy a Föld is lakhatatlanná váljon. Szerencsére azonban a becsapódások csökkenésével párhuzamosan lassan hűlni kezdett a magmaóceán. Így fokozatosan csökkent a Föld hőmérséklete. A felszín lehűlésével együtt csökkent a légkör hőmérséklete is. A Föld körül elhelyezkedő felhők egyre mélyebbre ereszkedtek. A döntő változás akkor következett be, amikor a Föld felszín hőmérséklete 300 Celsius fok alá süllyedt, és ez csak a Földön ment végbe. Eső. A felszakadó felhőkből eső áradat öntözi a bolygó még forró felszínét. Az esők tovább csökkentették a hőmérsékletet, ami viszont újabb esőzések kialakulásához vezetett. Folyamat egészen addig tartott, amíg bolygónk felszínét összefüggő vízár borította be. Lassan megszülettek a Föld óceánjai. Az ezt követő hosszú fejlődéshez képest azt mondhatjuk, a tengerek szinte egy pillanat alatt jöttek létre.
A szétszakadozó felhőkön keresztül ismét napsütés melengette az újonnan képződött óceánokkal borított földet. Az óceánok, illetve a képződésükhöz vezető sajátos körülmények nélkül Földünk is a Vénusz sorsára jutott volna. Föld keletkezésének több mint 4,5 milliárd évvel ezelőtti viharos korszakának bolygónkon ma csupán néhány hírmondója akad. Az egyik ilyen emlék Grönland délnyugati részén található. Földünk legidősebb ismert kőzete. Az ősi kőzet korát a tudósok 3,8 milliárd évben határozták meg, azaz mindössze 800 millió évvel a Föld keletkezése után szilárdult meg. Lelőhelye csupán a rövid sarki nyár idején közelíthető meg, mondja kísérőnk. Megtalálni azonban akkor sem könnyű. Grönland szikláit több ezer méter vastag jégpáncél borítja, s Földünk legidősebb kőzete egy gleccser szakadékban bukkan ki nyáron a felszínre. Amit látunk, az egy nagyobb gyűrődés része. Megfigyelhetők az eredetileg vízszintesen települt, majd erősen meggyűrt rétegek. A környéken mindenütt bonyolult gyűrődésekre bukkanunk. A kőzet szerkezete arról árulkodik, hogy valamiképpen ellenállt a földi hő okozta pusztításoknak. Nagyon valószínű, hogy Földünk legidősebb kőzete a tenger alatt jött létre. Nem messze innen rábukkanhatunk a Föld őstörténetének egy másik tanújára is. Ezeket a kőzetfalba foglalt kavicsokat az ős óceán hullámai görgették kerekre. Földünk tán legrégebbi tengerpartjának helyén állunk. Az, hogy a kis kavicsok fennmaradtak, önmagában is felér egy csodával. Bármennyire érdekes és szép is az univerzum, bolygói közül egyedül a Föld lakható. Bolygónk is élettelen égitestként született, csupán az óceánok kialakulásával vált az élet színterévé. És ez volt fejlődésének döntő pillanata. Földünket azóta is végtelen változatosságban tölti be az élet. A csoda azonban nem ma, hanem 4,6 milliárd éve kezdődött.